Otthonában kereste fel, és 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Bálint Istvánné Bicskeváros polgármestere Deák Lajosné. Hoztam egy gyönyörű emléklapot, amely Deák Lajosné részére szól, 90. születésnapja alkalmából. Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránt tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánunk Önnek jó egészséget és további boldog éveket. Tisztelettel Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Nagyon szépen, köszönöm! Éva néni ma is remek egészségi állapotnak örvend. A mozi egykori vezetője, aki néha pálcával utasította rendre a film alatt hangoskodó fiatalokat, büszkén mesélt a múltbéli filmélményekről, a mozi kulisszatitkairól. Beszéljünk erről egy kicsit, hogy mi a hosszú életnek a titka? Mi a hosszú élet titka? Ez különösen szerintem a Jóistentől kellene megkérdezni. Ő adta nekem ezt a hosszú életet, és a drága Szuzanya, és megköszönöm nekik, hogy itt lehetek a családom körébe most is. Foglaljuk egy kicsit össze, beszéljünk a családról, hogy mióta tetszik, hogy egy Bicskén élni, illetve gyerekekkel kapcsolatosan tessék. Hát én Bicskén születtem, 1931. május 31-én. Drága édesapám Börcs Antal cipészmester volt, édesanyám Schmidt Mária. Ők felneveltek. Megérkeztek. Nagyon sok szeretettel, nagyon sok, hogy is mondjam magának, gonddal, bajjal. Megértük ugye a világháborút, megértük a családdal együtt, hála Istennek, túl voltunk rajta. Minket neveltek szeretetbe, és én csak arra emlékszem, hogy nagyon szép volt a gyermekkorom. Majd férhez mentem 1952. augusztus 31-én. A férjem Beák Lajos katonatiszt volt, repülőstiszt, és lett három gyermekünk, kettő fiú, egy kislány. És sok probléma, gond, baj, de szép is volt. Nagyon szép volt. És megköszönöm a Jóistennek, hogy ezt nekem adta. Beismerte, hogy a pandémiás időszak az ő családjukat is megviselte, hiszen csak digitálisan tudott beszélgetni külföldön élő gyermekeivel, unokájával és két dédunokájával. Augusztusban azonban mindenki Bicskére látogat, és a család hosszabb időt töltett újra együtt. További jó egészséget kívánunk, Isten éltesse Éva néni!